Szép jó napot kívánok! Ma különösen is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, akik ezen a borongós, szeles és esős idő ellenére is eljöttek ide a rendezvénytérre. Az adventi koszorú utolsó gyertyája jelképes meggyújtására Kis András polgármester urat kérem fel, hallgassuk közben Horváth Emőke énekét. Megváltunkat, hogy lehozza, ég felhői nyíjatok szét, hozva Jákob fejedelmét. Föld virulj ki, völgyön halmon, viruló zöld hadd fakadjon. Nyílj ki földnek szép virága, Dávid házának királya. Ó fényes nap, ó szép csillag, téged vágyunk, mi látni csak. Kelj fel napunk, fényességet, űzze el a sötétséget. A mai nap ünnepi műsorában a családközösség házaspárjai szerepelnek. Műsorunkban a verses és prózai szövegek mellett sok ismerős karácsonyi ének csendül fel. Ünnepünket még meghittebbé szeretnénk tenni, ezért kérjük, hogy Önök is kapcsolódjanak be majd az éneklésbe. Dérdi dereg alvó fákon, fehér ében advent kopog. Gyarló lelkünk készen álljon, s az áldás is ránk találjon, színes gyertyák fénye lobog. Fenyőgyanta friss illata tölti be a meleg otthont. Világol egy lila gyertya, embereknek hitet adva, Krisztusunk megváltást hozzon. Kopog a második vasárnap, egy pár lila gyertya fénylik, remény gyújtva a családnak, kik csak messiásra várnak, s fények kúsznak magaségig. Lobban három gyertyalángja, egy rózsaszín, s öröme hír. Dícsértessék Szűz Mária, néhány nap és áldott álma, jászlában a kisdet felsír. Ünnep előtt most szombaton, lángoljon négy gyertya fénye, fényük szeretetet oncson. Áldott legyen a karácsony, s a megváltó születése. Aki magot szór ablakába, és gyertya vár az asztalán. A várok nem várnak hiába. Egy angyal kopogott talán? Szánt suhogás az ablakon túl. Vigyázz, kinézni nem szabad. Künn az angyal hadtérül fordul, egy pillanatra látszanak. A karácsonyfát hozzák. Hallod? Egy koppanás és leteszik.
Fényben úszik az üvegajtót, s megint suhogás. Mi ez itt? Kis angyaltól egy kis fenyőág, karácsonyszagú és meleg. Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát, ez az angyali üzenet. És be is mehetsz, vár az ünnep, és minden zárt ajtót kitár. A fa alatt angyalok ülnek, az ünnep azé, aki vár. Jézus Krisztus születésének titkához közel áll a család. Ő, aki lemondott hatalomról, gazdagságról, kényelemről, nem mondott le a családról. Második isteni személyként született Szűz Máriától. József és Mária emberi otthonteremtő szeretetében nőtt fel. Mária szeretete, mosolya és gondoskodása mellett József az ácsadott biztonságot számára. A családot alapító házastársak az élet forrásai. Egy bátorító igazság. Legyen akármilyen a világ, az otthonrangú lakás négy fala között az ott élő emberek határozzák meg a család életét. A család. Felnevelő közeg. Jó példaadó, értékközvetítő. Tudjuk, hogy minden fiatal vágyik házasságra, boldog, békés, családi életre, az otthon melegére. Napjaink család és életellenes nézetei a tömegkommunikáció sugározta sok-sok negatív hír, sokunkat pessimistává lehangolt át ez. Egyre inkább csak a rosszat vesszük észre a családunkban, a munkahelyen és az egész világban. A sok felnagyított rossz mellett elfeledkezik életünk sok-sok apró kis öröméről. Pedig hibáinkon, rossz szokásaikon, egy-egy rosszul esett mondataikon túl mennyi-mennyi örömet adnak nekünk, gyermekeink, férjünk, feleségünk, szüleink. Gondolkodjunk el családtagjaink néha nehezen is, de elfogadható hibái mellett mennyi örömet adnak nekünk. Tartsuk szem előtt, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, a szeretet a legfőbb isteni és emberi parancs.
A szeretet égig ér, tündököl a nap helyén, melegsége földre tér. Örömével két tenyér, szívben öröm és kedély, helyet kér, nem henyél. Tüzet old, elhárít vészt, új veszőnek hajtása, ez adventnek áldása. Ültesd el, megfogan, a szeretet áradat, nem apad szívben folyam. A szeretet mozdulat sose kér, de önként ad. Örvend annak, amit kap. Egy megértő pillantás, választadó kivárás, sok türelmes bólintás. Jöjj hát, és ünnepeld, öröme égbe emel, tisztító tűzre ott lel. Jézus mondja neked, vannak dolgok, amiket nélküled nem tehetek meg. A te kezedre van szükségem, hogy bekötözzem a sebeket. A te válladra, hogy hordozzam a túl nehéz terheket. A te füledre, hogy társaid kiáltásában meghalljam atyám szólítását. A te lábadra, hogy az egész világra elvigyem az evangéliumot. A te karodra, hogy felemeljem a gyermekeket, hogy hozzám jöjjenek. A te ajkadra, hogy állelujját énekeljek, és a boldogságokat hirdessem. A te szemedre, hogy elcsodálkozz minden szépségen, és békét árasz a nyugtalan szívekbe. A te arcodra, hogy az én arcom élő képmásává tegyem, és főleg a szívedre, hogy úgy szeress, ahogyan egyébként sohasem lennél képes. És a vigasztaló szent léleknek.
Háromságban az egy Istennek. Letekintett az éhező világra, ő, aki minket öröktől szeret, s a betlehemi jászol szalmájára, oda tette ínségünket számva, irgalmasan a kenyeret. Azóta évszázadok telnek el, és az a kenyér ezernek meg ezernek, éhezők millióinak elég. Neked, nekem, mindenkinek, aki a pásztorok nyomában eltalál oda, ahogyan ők azon a csendes éljen. Hogy ínsége örökre véget érjen, s másokat is boldogan hívogasson, osztozni az égi kenyéren. Betlehemi kenyér csoda. Békesség veletek! Alig ha lehet szebb és mélyebb üzenettel köszönteni a lelket. Akinek nincs, bármit megadna érte, akinek van, semmit sem adna. Aki megérezte már Isten jelenlétét a lélek békéjében, megérezte a tisztaság, tökéletesség, szeretet legbensőbb énjét. Megérintette Isten. Idáig idő el nem mossa, távolság el nem homályítsa. Igen, így mondják jól, békesség veletek. Napjainkban különösen nagy a súlya ennek a szónak. A belső családi békétlenség mellett egyre szembetűnőbb a világ békétlensége. Az országokon belüli, az országok közti dúló háborúk egyre nagyobb méreteket öltenek. Mindenható örök Isten, te azt akartad, hogy a különböző népek, mint egy nagy mezőn kinyíló sokféle virág, sokféle nyelven és különbözően élve, mégiscsak egyetlen csodálatot alkossanak. Egymás jogait tiszteletbe tartva testvérként éljenek. A történelem kezdete óta hányszor lett ember embernek farkasa? Hányszor támadt rá az erősebb a gyengébre? Bocsáss meg az embereknek az újra és újra fellángoló erőszak miatt. Szüntesd meg az emberek szívében a gyűlölet, hatalomvágy, nyereségvágy, mérges gyökereit, és tedd az emberiséget szeliddé, igazságossá, bölcsé. Vezesd a világ népeit egymás megbecsülésére, tiszteletbe tartsák útjára és egymás iránti őszinte szeretetre. Amen. Hallgassuk figyelmesen Kende László evangélikus tiszteletes urat.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Advent 4. vasárnapjának így szól a Zsoltárának az antifónája. Pál apostol Filippiekhez írt levelének 4. fejezetéből a 4. vers és az 5. vers eleje. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Valahogy az idei esztendőben többször eszembe jutott az a gondolat itt az adventi időszakban, hogy valahogy nem jó van ez így, ahogy mi ezt csináljuk. Hogy úgy összecsúsznak az ünnepeink. Nagyon szép volt ez a kis adventi, de inkább karácsonyi műsor. Lehet, hogy én az ördög ügyvédje vagyok most, de még nincs karácsony. Advent 4. vasárnapjára készülünk. Bármilyen hihetetlen. Tudom, az idei évben ez nagyon rossz, mert teljesen összecsúszik a kettő. Tehát 24-én délelőtt még megyünk az Advent 4. vasárnapi misére, 24-én délután meg már a Szentestére. De mégis valahogy a kettőt el kéne választani. Most nem az a problémám, hogy van, ahol már augusztus 1-ével elkezdődnék a karácsonyi vásárok, meg az adventi készülődés. Egyébként ez is a problémám. De valahogy nem készülünk föl az ünnepre. Valahogy elveszíti ezt a kisbőjt jellegét ez az adventi idő. Mert minden a karácsonyról, minden a fenyőfa állításról, minden erről szól. És közben elveszítjük azt, amire Pál apostol azt mondja, hogy örüljetek. Nem annak örüljetek, hogy mehettek bevásárolni, és milyen finom lesz az étel, vagy nem lesz finom, hanem annak örüljetek, hogy az Úr közel. Annak örüljetek, hogy visszajön. Adventus Domini, az Úr érkezése. Ez az, amiben benne vagyunk. Ez az, amit várunk, hogy Jézus visszajön hozzánk, hogy ítélni jön élőkön és holtak fölött. És akkor elmehetünk arra a helyre, ahol ő lesz minden mindenekben, ahol nincs betegség, nyomorúság, nincs halál, nincsenek könnyek, nincsen gyász. Csak az ő végtelen dicsérete és a viszontlátás öröme. Ez az, amire adventben lehet készülni. És ennek egyfajta, mint egy ína pont, ott van a végén karácsony ünnepe, amikor örülhetünk mindennek. Ez az, amivel újra és újra vigasztalhatja magát a keresztény ember. És ez az, amivel újra és újra valóban öröm töltheti el a szívünket, hogy nekünk egy ilyen urunk van. Olyan urunk, aki vissza akar jönni hozzánk, hogy mi ott legyünk vele. Ezt a visszatérést jelképezi az adventi koszorú, amely itt már teljes fényében világít, hirdetve, hogy a világ világossága legyőz minden sötétséget. Én kívánom mindenkinek, hogy így tudja megélni az előttünk lévő karácsonyi örömet, hogy valóban a világosság költözhessen be a szívünkbe, hogy megéljük, örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Amen. Felkérem Pongrácz Benedek Béla atyát, ossza meg velünk ünnepi gondolatait. S végül pedig, de nem utolsó sorban, Kis András polgármester úr fog szólni a jelenlévőkhöz. Kedves testvérek, bizonyára mindannyiuknak volt már olyan élménye, amikor utaztak akár vonattal, túráztak, és elérték az úti céljukat jelző első táblát. Elérték akár a várost jelző táblát, beértek egy városba, de még azon a városon belül még kell tovább menniük. Talán ennek felel meg a mai gyertyagyújtásunk, hogy már nagyjából ott vagyunk a célnál.
Látjuk a végét, mert hogy már mind a négy gyertya ég azon a koszorún, de még mindig nem vagyunk ott, mert még mindig hiányzik valami, hogy odaérjünk. Szeretném most példaként idehozni a gyerekeket. Azt a fajta várakozást, azt a fajta izgalmat, amely egy gyerekben van, amikor valakire vagy valamire vár. Mikor lesz már? Anya, mikor? Apa, mikor történik? Mikor ér ide? Az a fajta lelkes kis mozgás, állandó kérdezés, amely ő bennük van, ez legyen a mi szívünkben is. Így készüljünk karácsonyra. Így készüljünk arra, hogy mikor. Mikor fog megszületni? Olyan újból és újból, mikor fog megszületni a mi saját életünkben ő, vagy az ő melletti döntés, hogy a mi megváltunk belépjen a mi életünkben. Ezért is mondja Jézus, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket, mert hogy az ő példájuk az, amely segíthet most minket ebben a fajta rövid időben, az utolsó várakozásban, ezen a kis úton, amikor már látjuk a célt, már a közelében vagyunk, már hirdeti a tábla, hirdeti az adventi koszorú, hogy már majdnem elértük a mi állomásunkat, azt a célt, amiért mi elindultunk az útra. Legyen a mi szívünk is ilyen pezsgő, ilyen izgő mozgó, legyen a mi szívünk is ilyen gyermeki kérdésekkel tele. Vajon mikor érünk oda? Vajon mikor születik meg ő? Vajon mit adott az advent nekünk? Vajon mit adhat Isten nekünk most karácsony ünnepén? Bátva legyünk olyanok most, mint a gyerekek. Kérdezzük meg ezt magunktól, kérdezzük meg ezt Istentől. És így ezt a rövid kis időt, ezt a rövid kis utat ezzel a várakozással, ezzel a pezsgő szívvel és pezsgő lélekkel tegyük meg. Így kívánok önöknek áldott karácsonyi ünnepeket, áldott várakozást itt az utolsó napon, és így hívom meg önöket templomainkba, akár hozzánk, akár lelkész úrékhoz, hogy jöjjünk össze, és közösségileg is ünnepeljük meg a megváltó születését. Áldott karácsonyt kívánok mindannyiuknak! Szép estét kívánok mindenkinek! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hétről hétre jöttek meg nézni ezeket a csodálatos műsorokat, amit a segítőink adtak. Megköszönöm a segítőinknek, munkatársainknak a közreműködést, és nem maradt más, mint kellemes karácsonyt kívánjak önöknek, és egy olyan békés, boldog új esztendőt, ahol nem lesz háború, nem lesz infláció, és ki tudjuk fizetni a gáz meg az áramszámlákat. Úgyhogy ilyen boldog új évet kívánok önöknek, és most én nem templomba hívom önöket, hanem a faházba egy finom teára, forradbóra és finomságokra. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Csókolom.